Hát akkor annak, aki később érti de még egyszer elmondom, hogy elpukkant az erősítő, ezért nem tudjuk petíteni a filmet, de nem akadályozni bennünket abban, hogy beszélgessünk róla. És aki tud maradni negyed tíz után is, azokkal átürünk a Bújtortenembe, és ott folytatjuk a filmet a 30. perctől körülbelül, remélhetőleg. Az egy 50 fős terem, úgyhogy be fogunk oda is férni. De hát akkor úgy jön ki a matek, hogy most muszáj beszélnünk a filmről, mert utána már nagyon késő lenne. És hát akkor igyekszünk nem spoilerezni, de majd biztos felétek is fogunk fordulni azért, uh, hogy, hogy igyekezzetek majd is se spoilerezni azok kedvéért, akik még nem látták a filmet. Mm, hát itt pár mondatban beszéltünk arról, amit itt a Kai Buchanan olyan pontosan dokumentált. Ja, de először mutatkozunk be, nem? <laughs> Hiszen ez az adás most rögzítve lesz, és uh, ha minden jól megy, és sikerül is uh, ténylegesen uh, a hangfájlhoz hazajutnunk, akkor kitapjuk a netre is egy idő után, úgyhogy ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk, és az én nevem Frivanszki Magyar Péter. Az én nevem Huszár András. tulunk egy kötelezőt, hanem sokat szóra megnézzük a Mad Max Fury Roadot, méghozzá a saját hallgatóinkat. Sziasztok! Sziasztok! Tök jó vagytok. A Vakfolt Podcast első nyilvános mozivetítésén, hiszen volt már egy zárt körül a támogatóinknak, ez volt a Matrixos, de arról csendben hallgatunk, mert az nagyon zárt körül volt. <laughs> ez viszont már a szélesebb publikumnak meg lehet hiszen ez a film nyerte meg a 2022-es March madness a Vakfolt Podcast mint az a film, amely a 2000-es években a leginkább megérdemelte volna az Oscar díjat, helyette a Spotlight nyert. A második helyen egyébként a játékunkban a vérző olaj futott be, amely meg a, a nem való kapott ki. De az kétségtelen tény, hogy mind a kettő film nagyon jól nézett volna ki moziban, úgyhogy megígértük, hogy ami nyer, azt mindenképpen veletel fogjuk megnézni, és aztán beszélgetünk róla egy kicsit. Ezt van egy óránk, András, úgyhogy elmerülhetünk benne. Ö, kezdjük az, hogy hogy is készült el ez a film. Hát Az, e, az első Mad Max film az 79-es. A harmadik, a Beyond Thunderdome, az 85-ös. Tehát kereken 30 év, ugye? 30 év telt el a kettő között, és ugyanaz az ember rendezte mind a négy részt, ez volt George Miller. De ugye a, a Max Rakatenskyt más valaki játsza. De azért elég, ide, elég sok ideje dolgozott ezen a produkción George Miller, a Kyle Buchanan könyvéből kiderül, hogy már a 90-es években volt egy tévésorozat verziója. Ez így a... Nem tudom egyébként, hogy milyen adom ment volna, de akkor még egy kábel tévé nem nagyon foglalkoztak sorozatgyártásról, hogy én szerintem ez így a Xena, meg a Herkules, meg annak vala. Az őrvény volt egy ilyen fellendülés, nem vagyok benne biztos, de lényeg, hogy már akkor nem csak hogy sorozatot tervezett George Miller, hanem konkrétan a Fury Road sztoriát akarta megcsinálni sorozat formájában. És akkor már így alakult, hogy legyen egy női, női mellék főszereplő is, csak akkor még nem hívták úgy, hogy Furiosa. De az elég hamar dugába dőlt, hogy már miért azt nem emlékszem. De aztán 2003 környékén, ja igen, itt még volt egy olyan is, hogy a Warnernél voltak a Mad jogai, de aztán kiperelte tőlük a George Miller, hogy ő birtokolja a Mad jogait személy szerint, ami szerintem egy egyedülálló dolog, kb. így a Lucas van még, szerintem így. És, és 2003 Ban sikerült egy, egy, egy stúdiót meggyőzni arról, hogy csak csinálják már meg ezt a Fury Roadot valamilyen formában, és az akkor ez a Fox volt, akik hajlandók lettek volna erre pénzt áldozni, és 2003-ra tényleg össze is gründolták a teljes forgatócsoportot, meg minden. Akkor még úgy volt, hogy Namibia-ban forgatják, és és ott volt, ott volt Mel Gibson, most nem emlékszem, hogy akkor, akkor a Furious akkori verzióját kijátszott, talán, talán Uma Thurman, de nem vagyok benne száz biztos, de biztos, hogy, hogy egészen konkrétan az, már ott volt, előkészítettek mindent, meg volt a gép, az autók, minden. Szerintem akkor már a Charlize Theron már akkor megkeresték ezzel, csak akkor ő még nem akart kötélnek állni. Lehetséges. Azt tudom, hogy Uma Thurman egyszer komolyabban szóban került, hogy, hogy talán meg is hallgatták, és akkor ebből azért nem lett semmi, mert a, azt hiszem, hogy a forgatás előtti utolsó napon a Fox kihúzta a dugót, és azt mondta, hogy még sincs erre pénzünk, mert elkezdtek elszállni a költségek, és így azt mondták, hogy egy több erezeltek. Namibiában azért, na, azért, amúgy is nagyon költséges forgatni, hiszen nem az van, hogy, hogyha valaki lesérül, akkor gyorsan pótolod, vagy mint hanem azért komplet a hadművelet ott bármit gyorsan kijavítani, megjavítani, szóval, szóval beijedtek akkor a Foxnál. Így a jogok visszavándoroltak természetesen a George Millerhez, és akkor újabb köröket futott az agyaltai, és csak közben aztán csinált még egy-két happy Feet-et. Még volt egy olyan elképzelés is, hogy a Fury Roadot megint előkészítették valamikor 2007 környékén, hogy akkor újra neki futnak, akkor már nem megibzonnal mert már ki is, ki is futott a balokorba, tehát 2003 után nem is vállalta volna, mert már akkor már 50-hez 50 közelített, és azt mondta, hogy az utolsó, hogy megcsinálom ezt a filmet. Tehát ez, ha ennél tovább késik a forgatás, akkor nem fogom vállalni. Szerintem egyéb okok is közel játszottak abban, hogy... De egyébként egy biztos, hogy aranylelkű emberről van szó, egy, egy, semmi rosszat soha nem csinált, és nem tudom, mi lehetett pontosan az oka, hogy nem vállalta. De így lett Tom Hardy végül is a, a, a film főszereplője. Ekkor már a tényleges tehát 2007-ben már a most látott uh, szereplőgárdával dolgoztak volna, és uh, az is dugába dőlt. Az volt már a, az Ausztrál próbálkozás. Ez az volt te, az ugye? Ausztrál. Igen, próbálkozás. Mert ugye a George Miller, George Miller ő Ausztrál, és az eredeti filmek is Ausztráliába forogtak, mm -hmm. és akkor visszamentek volna Ausztráliába megcsinálni a, a Fury-rodot is, és és akkor volt az, hogy hogy. 15, éve nem, hogy 15 Igen. éve nem volt akkora eső, nem volt egyáltalán eső. Az is meg inkább, én sivatagban. nem tudom, egy héttel a forgatás megkezdése előtt, és hogy így kivirágzott a sivatag. Igen, Lila virágokba borult a komplet sivatag, George Miller tártott szájjel sétált, hogy ez így lehetetlen. Egyébként 150 éve nem volt akkora vihar az egész sivatagban, és akkor azt mondta nekik a Warner, mert akkor már a Warnernél voltak újból, hogy jó, 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 hajlandók vagyunk kivárni a dolgot, neki újból, és akkor közben viszont George Miller egyébként ezt úgy akarta megcsinálni, hogy jó, nappal fogadom a Fury este meg a Happy Feet-et itt Hát nem jött össze annyira, tehát a a egyrészt túl sok felé osztotta a figyelmét, a három, még két másik rendezőnek a, a, a Happy Feet kettőt, úgyhogy be is bukott ez a film, és akkor egy kicsit így, így elbizonytalanodtak a stúdiónál is, ha jól emlékszem, a, a Fury kapcsolatban is. Igen, és azt hiszem, hogy egy év múlva mentek vissza megnézni, hogy milyen helyzet Ausztráliában, és még mindig ezért csupak virág volt a sivatag, <laughs> tehát hogy még mindig nem tudtak mit csinálni. És, és akkor jött az az ötletük, de hogy akkor ez már úgy volt, hogy ugye a filmnek az egyik legnagyobb erénye, és az egyik legbetegebb dolog így ever, hogy így ténylegesen megépített tek mindent a filmhez, amit, a, amit az összes vorriget, az összes járművet, minden egyes dolgot, gyakorlatilag CGI csak ez a vihar volt, ami tönkretette az erősítőnket. E, és, és hogy ezt már mind kipakolták Ausztráliába, tehát hogy annyira készen álltak ott a forgatásra. És akkor találták, hogy akkor, akkor legyen mégis Namíbia, ami, ami eredetileg Jó. volt, és akkor Jó. ott 2013-ban kezdték el végül Namíbián, a, Namíbiában a forgatást, és ez kilenc hónapon keresztül zajlott, és így azóta ugye kijött ez a könyv is, meg kijött egy csomó cikk is, most már így utólag elég sokan mesélnek arról, hogy milyen volt a forgatás, és így eléggé pokolinak hangzik minden, vagy nagyon Igen. sok szempontból így a környezeti hatásokat, tehát hogy így az, hogy ilyen Uh, iszonyatosan hideg volt uh, a sivatagban, akkor, hogy gyakorlatilag nem volt olyan, hogy így visszavonultál a szállodádba, vagy a lakókocsitba, hanem ténylegesen ott kint értek a sivatagba kilenc hónapig, csak nem tudom, ami szomszédos kisvárosban voltak ilyen, ilyen, ilyen házak, ahonnan szállítgatták őket, és uh, nem tudom, stáb fele beteg lett, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon viszontagságos volt a, forgatás, és plusz meg az összes létező kaszkodőr mutatvány, meg minden, amit látunk, az ténylegesen meg is történt. Tehát, hogy így a más filmekben, nem tudom, egy kaszkodőr mutatványra készülnek egy hetet, és akkor utána leforgatják egy nap alatt, itt meg így minden nap volt négy kaszkodőr mutatvány. <laughs> és uh, George Millernek a teljes um, hagymázas víziójáról sokat elárul az is, hogy hogy amiket mondasz, hogy tényleg mindent megépítettek, de fejbe vette, hogy az egész filmet szekvenciálisan fogja leforgatni. Tehát a, időrendben, úgy, ahogy a filmben látjuk. Tehát azt képzeljétek el, hogy mit tudom én, van a film teljes két és fél órás, két órás játék ide alatt, van az, minimum öt olyan snitt, amikor nézzük azt, hogy a Fury a, a kamion ablakán keresztül vezeti a kamiont, de ezeket se egyszerre forgatták le, pedig megtehették volna, hanem nem akkor, amikor a történetben következnie kell annak a nyertnek, hogy a Furióza kinéz a kamion ablakán, akkor fogjuk felvenni. Ha e között eltelik egy hónap, akkor egy hónap később. És ez egy teljes őrület, tehát totális pazarlás a minden, viszont a színészeknek nagyon jó, hogy a lineárisan a nem megfelelően veszik fel a filmet. Mm és az is érdekes velek ezzel kapcsolatban, hogy ez ténylegesen ki is hatott a színészekre elég erőteljesen. Azért az, hogy Namibiában forgatnak a semmi közepén, és az egész totál veszélyes, azért mindenki érezte, hogy itt így, így, így valami teljes őrültséget csinálunk, az, az nagyon kihatott mindenkinek a lelki állapotára, beleértve a főszereplőket is. És egyébként nagyon más habitusú színész a Charlize meg a e, Tom Hardy. Charlize Theron az nagyon agyas, így írja a könyv, hogy hogy ő így, így, megfontoltan játszik. Tom Hardy meg inkább metod, legalábbis ebben a szerepben nagyon beleélősen játszott. És az nem azt jelenti, hogy szét improvizálja magát, vagy ilyesmi, csak hogy így nagyon befordul. a klasszikus egyetlen metod inkább nem ez, a, nem ez a bazári metod, ami mostanában betölti a híreket. És, és hát nagyon-nagyon kihatott rájuk az, hogy a karaktereik film elején, spoiler alert, nincsenek túl jóban és ö, folyamatosan egymásnak estek amiatt, hogy, hogy, a Tom Hardy nem akar kijönni a lakókocsiból délig, a, a Charlie már reggel nyolckor bennül a whole Rigben, és várja, aztán ö, egyszerűen így az akciójelentekben is teljesen más habitussal állt a jelenthez hozzá a Tom Hardy, Charlie még próbálta volna pontosan követni a, a, megbeszélt koreográfiát, a Tom Hardy meg még ragaszkodott hozzá, hogy még, de, még, mit tudom, mi beszéljük meg, és így sose tudtak igazából megegyezni semmibe, és ö, Üvöltöztek egymással, a többi nő is, akiket kimentettek, azok is üvöltöztek a Tom hardy ba Mindenki mindenkivel üvöltözött. Tom Hardy a George Millerrel is George üvöltözött, Miller is. igen. Igen, igen. Szóval egy ilyen igazi káosz volt, és akkor volt egy pontja a filmnek, amikor spoiler -a lehet, de össze kell fogniuk a főszereplőknek, és volt egy változás itt a Tom Hardy-nak a viselkedésében is, és konkrétan az a jelent, amikor, amikor ténylegesen összefognak, és, és egymásra vannak utalva. A, abban a jelenetben így Tom hardy is azonnal megváltozott a hozzáállása a jelenet partneréhez, és onnantól kezdve sokkal nyugodtabban is viselkedett. Tehát ilyen tényleg ö, internalizálta a karakterét, ha nagyon óvatosan akarok fogalmazni. De szóval egy ilyen egészen elképesztő az egész forgatás, az, hogy létrejöhetett ez a film, az egy csoda gyakorlatilag. Igen, és kilenc uh, hónap az azért elképesztően sok idő, uh, és, uh, és... ez a kilenc hónap ez úgy telt el, hogy amikor véget ért, akkor, uh, akkor nem forgatták még le a film elejét, meg spoilerált a film végét és, és gyakorlatilag azok komplet olyan helyszínek, amiket még ahhoz meg kellett volna építeni, ja. meg ahol még nem forgattak egy percet se, ja. és akkor úgy kezdték el a vágást, hogy nem volt meg az eleje, meg a vége a filmnek, és így meg volt az a veszély, hogy így lesz egy film, ami, amit nem fognak tudni sehogy befejezni. És akkor az volt a mázliuk, hogy a, pont a, a, a stúdiónak a olyan fejese, aki így ez az én pénzosztással kapcsolatban dönt, az így pont ebben az időszakban így lemondott, és egy olyan ember került a helyére, aki meg én nagy rajongója volt a filmnek, a producerként, és akkor ő azt mondta, hogy jó van, srácok, hogyha már ennyit beleöltünk, akkor csináljuk meg rendesen, és akkor tényleg kaptok még, nem tudom, x hetet, meg x pénzt, és akkor csináljátok meg rendesen a, a, a hátralévő részét a filmnek. Tehát egészen különleges csillagállás kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessen, mert húsz éven keresztül örtlődött ez a történet a George Millerben, mire el tudott jöpni, hogy akkor az első képkockát leforgassák, és még akkor sem volt biztos, hogy be tudják fejezni. Tehát itt tényleg nagyon-nagyon sok apróságon múlott. Ehhez képest már készül a Furiosa spin-off. Tíz év múlva majd szerintem láthatunk. Ja, ja, igen, igen. A film elején a anyatérló joy még besetölti a 30 a végén, mert már eléri a Charlie Theron illetkorát a filmvásznon. <laughs> és hát. Az is érdekes ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy tényleg George Miller elejétől végéig kontrollálta a Mad Max franchise-t. Bár volt olyan változat, hogy a Furiosa spin off ami szintén már megszületett a sorozata egy időben, a 90-es években, hogy abból legyen egy anime, anime film, és majdnem majd el is készült. Tehát elkezdték megcsinálni, rajzolták szél, szélsebesen, szélseb szélseb vagy ilyen észveszettő sebességgel az animét, egy, egy japán rendezőnek a vezé vezényésre alatt. És akkor szétesett a film, és akkor azt mondta George Miller, hogy, hogy akkor, ne, akkor ne fejezzük be inkább az animét sem, mert valójában, hogyha a filmben nem tudom megcsinálni, akkor egy csomó nem tudok előre kitalálni, és lehet, hogy ellent mondok majd saját magamnak, hiszen az animét ezt előbb írtam meg, mint a filmet. Szóval, mivel nem volt igazából teljesen kész Fury Road, nem volt előre megírva, ezért nem mertem befejezni az animét, hát ha valami változtat menet közben még a Fury Roadon. Azt, azt kell tudni a Fury Roadról, hogy ahhoz képest, hogy 20 éven keresztül dolgozott rajta, ez nagyon képlékeny story volt, azt lesz amit hogy meg volt végig az, hogy a, a, cselekmény az az lesz, hogy autók üldöznek autókat. Sőt, elvileg már meg volt hozzá az a ilyen több száz oldalas ilyen háttérbiblia, ami alapján majd ez az előzmény film is készült. Tehát, hogy a Charlize Theron megkapta azt az én nem tudom, ilyen vasta, vaskos könyvet, ami arról hogy az ő élete eddig a pontig az körülbelül hogy zajlott. Elképes. Tehát, hogy ilyen háttér munkát dolgoz, ja. vitt bele maga George Miller is, meg, meg egyébként a, 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 a színészeknek is, tehát például a, a Furiózát és a. Ugye most még csak egy e, ilyen három hölgyet e, láttunk, de spoiler még lesznek. És e, és hogy e, hozzájuk például e, a, 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 most nem emlékszem pont a nevére, aki a vagina monológokat írta. a... Ő, őt ö, ilyen tanácsadóként. Tony nem, 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 nem. Őt a tanácsadóként meghívta a, a forgatás előtt, és volt egy ilyen hosszas próba folyamat, ahol gyakorlatilag így a, a ugye ez ilyen bántalmazásról, akkor a. a tehát ezek, ezeknek a, a ilyen tenyészként tartott nőknek a helyzetéről beszélgettek, és így közösen ilyen nem tudom, ilyen színházi próba folyamatokban, ilyen improvizációkkal készültek fel arra, hogy, hogy milyen lesz az ő karakterük. És hogy ebből valamennyi látszik a filmben, de hogy ez mindig ez a jéghegy csúcsa effekt, hogy, hogy rengeteget tesznek bele a filmbe, mm. mielőtt még elkészülne. Hm. Ezen kívül egyébként szkriptje volt a Fury Roadnak, ami megint csak egy ilyen őrületes dolog, hogy hogy lehetnek járni egy forgatásnak egy sivatag kellős közepén minimum 120 kaszkadőrrel, úgyhogy nincs is leírva egy sorsa a forgatókönyvből. arról nem is beszél, hogy hogyan hallgatták meg a színészeket a szerepekre, hogyha nem volt mit felolvasniuk. És az úgy nézett ki, hogy tényleg elkötelezetten ragaszkodtam ahhoz, hogy George Miller, hogy nem fogunk forgatókönyvet írni, hanem storyboardozunk, és 4000 képből álló storyboarddal, tehát abból azt forgatták le igazából. Meg volt vagy 4000 oldalas képregény gyakorlatilag, és az, lett a filmnek a forgatókönyve. Amit aztán persze utólag leírtak scriptként is, tehát valaki azt szépen átírta, azért, hogy a film egyes részlegei tudjanak miből dolgozni, mert hát a kellékesnek tudnia kell végigolvasni, hogy akkor hol, milyen kellékekre lesz szükség és így tovább az összes többi részlegnek. Ö, és egyébként a meghallgatások meg úgy zajlottak, hogy mondjál valamit, és akkor egy csomóan nem mondták a networkből a monológot, meg ilyen dolgot, tehát egy abszolút semmi köze nem volt a legtöbb meghallgatásnak a filmhez. Ö, a, konkrétan a, a, Furios a, szerepére jelentkező Zoe Kravitz mondja itt a könyvben, hogy hogy őt például már egy későbbi meghallgatási körben volt egy ilyen chemistry read, ami arról szól, hogy már egy partnerrel együtt adtok elő valamit, hogy lássák a castingosról meg a rendező, hogy amúgy működtök -e együtt a filmbásznól, és akkor még Jeremy Renner lett volna a Mad Max, mert akkor én a Jeremy Renner minden franchise-nak a megörök volt, és és nem is a Fury Road scriptjéből olvastak fel, hanem ebből, az, ebből a Fury Road spin-offból előre, tehát még nem is létezett az a film, még csak papíron, abból kellett valamit felolvasniuk, és a Mad Max, tehát a, 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 a Jeremy Renner nem is Mad Max szerepét játszotta abban a, abban a jelenetben. És tehát így, így futottak neki a filmnek, hogy még script sem volt, és mondom, én, én máig nem tudom ezt felfogni, az, hogy nem csak hogy elkészülni, de hogy egy koherens egészet alkotni, aminek még gyakorlatilag mondani valója is van. Jó, a története nem a legvaskosabb, ezt sose vitatta senki, de hogy annyi mindenről szól igazából. Beszéltünk kicsit erről is szerintem. Uh -huh. Kezdte. <gül> 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 ja, ugye van ez a, van ez a közkeletű ilyen uh, ellenérve filmmel szemben, hogy hát ez a film csak arról szól, hogy mennek végig a sivatagon, aztán spoiler, visszafordulnak. Tehát, hogy hogy, hogy ez a film ez ennyi, és ugye mondjuk a cselekmény tényleg le lehet írni ö, ilyen módon, de hogy ö, egyébként ugye azért de egy zárójelben egy legtöbb akciófilmnek is hasonlóan ö, egyszerűen le lehet írni a, a cselekményt, és hogy közben viszont ö, szerintem nem elképesztően okosan épít, építi fel a film a karaktereit, a világát és a, a motivumait. Tehát, hogy már ebben az, az, eddig látott ilyen, nem tudom, 25-30 percben, egy-egy jelenetben, meg egy-egy párbeszédben fel tudják villantani azt, hogy mi ez a világ, amiben járunk, ö, mi az a hierarchia, mi az az elnyomó rendszer, amiben létezünk, ki ez a furióza, tehát volt eddig, nem tudom, három a körülbelül a filmben, vagy négy, és így kb. pontosan tudjuk már most, hogy ja. így legalább azt, hogy milyen karakter, vagy milyen jellem. És, és hogy én emlékszem például, hogy amikor először láttam ezt a filmet, akkor így az első öt percben egy büdös kukot nem értettem. Tehát, hogy annyira vad volt az, hogy ahogy, ahogy bevezet minket így a, Igen. a, a hadifiúknak a világába, meg az az üldözéses jelenet a film legelején, mielőtt még a főcím megjön. Sűrű, meg annyira gyorsan történik minden. Igen, hogy, egy ilyen, egy, ilyen, iszonyatos káosz, és újra nézve például az is teljesen tiszta. Tehát, hogy ott is teljesen világos minden ami, Igen. minden, ami történik, és hogy milyen információkat ad át a, Igen. a film már így az első öt percben. És aztán körülbelül egyébként pont erre, erre az időszakra tisztult le nekem már az első nézésnél is az, hogy most már ilyen nem, 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 vagyok ilyen feszült attól, hogy próbálom követni a filmet, vagy próbálok rohanni a film után, miközben az száguld előttem ilyen 200 km per órával, hanem így beérem a filmet, és körülbelül most már így uh, itt is nyugszik meg először a film, és itt kezd először tényleg így megállni, és konkrétan karakterizálni, meg, 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 párbeszédeket építeni. És hogy, és hogy eddigre meg már igazából már, már, szépen így kor, tehát így, így elhelyezett engem a, a saját koordináta rendszerébe, és hogy mindezt ilyen iszonyatosan nyaktörő tempóban, Igen. minimális ilyen expozícióval, tehát hogy nincs az, hogy így megáll egy szereplő és elmondja nekünk, hogy, hogy egyébként van ez a Skulófar, meg van ez a Gázváros, Igen. és van egy ilyen rendszerünk, hogy így egymásnak adunk erőforrásokat, csak annyit mond, hogy elküldtük a kombolyt a Igen. Gázvárosba, és így ebből Igen. nekünk le kell venni, hogy itt pontosan mi, mi ennek a szerepe. Igen. Az elsőre biztos, hogy rajtam is így végig folyt ez a film, tehát így mint ez a viharra a szereplőkön így kb. így végig, végig gyalult engem is, és örültem, hogy valamit felfogtam, valamit látok, de, viszont, de attól még az élmény maga az az ilyen elsőpről volt, de egyébként emiatt meg is néztem, rögtön még egyszer a mm. és És tényleg egyetértek abban, hogy már az első perctől világos, hogy milyen effektíven építi a világát Ebben a filmben a George Miller. Egyébként ez a, a korábbi trilógiára is viszonylag jellemző, bár. bár erről van egy tök jó cikke az. Egykori vendégünknek és leendőbeli vendég, leendő, vendég, leendő vendégünknek a ö, balázsnak az epichu n aki a nyelvezetéről itt a filmnek, meg a Mad Max filmeknek a, a nyelvezetéről. Farkas Balázs. És ebben nem teljesen konzisztens mind a négy film, de abban mindenképpen egyet értenek a filmek, hogy csomó nagyon invenciózus nyelvet használnak, rengeteg az ilyen degenerálódott angol kifejezés, amik pont attól lesznek, nagyon sokat mondóak, hogy mennyire primitívek, és a nevek is ugyanilyen izgalmasan vannak kitalálva. Ez egy nagyon, ez már önmagában egy világépítés, hogy látjuk, hogyan, hogyan korcsosul el a nyelv, és hogy melyek azok a kifejezések, amelyek ilyen fogalommá válnak ebben a világban. És ez, ez, ezt a negyedik rész abszolút a csúcsra járatja, jár, tehát a korábbiakhoz képest, hogy aztán tényleg masszívan kapjuk ezt a fajta világépítést. És ez, ez, ez egyből megfogott engem is, hogy, hogy annyit mondanak, hogy bullet farmer, és így itt padlót fogok, hogy ez mennyire zseniális figura. És nem kell hozzá felépíteni semmilyen háttérsztorit, csak a név, meg egy, meg egy, uh, egy vizuális... Uh, ikonográfia, ami társul hozzá is, és azonnal, azonnal tudom, hogy mi, mi ez az egész, ahol el vagyok helyezve ez az egész világ. Igen, hát én konkrétan, amikor megnéztem ezt a filmet annak idején, akkor, akkor még nem láttam a... Most gondolkozom, hogy láttam-e az első Mad Max filmet, de hogy, de hogy szerintem még az se. Azt hiszem, hogy nekem ez volt az első Mad Max filmem annak idején. Yes, sure mert nekem kimaradt az így, nem tudom, tehát hogy így, és akkor előtte próbáltam így puhatolózni, mert ugye kámba mutatták be ezt a filmet, és akkor hogy kérdezgettem azoktól az ismerőseimtől, akik már így ott látták, hogy de egyébként ezt így be lehet -e ülni erre csak úgy, vagy, vagy nagyon meg kell előtte nézni, és nem tudom, pont nem volt időm előtte ledorálni az első három filmet, és hogy, és hogy így megvolt bennem az itt, amikor néztem a, néztem a Fury road hogy így most vajon mennyi lett az az információ, amit nekem tudnom kéne, mondjuk arról a néha ilyen felbukkanó kislányról, aki már a film elején is megint elálltom másként, hogy ez, ez egy korábbi filmnek a, a leszármazottja-e, vagy, vagy hogy vagy egy flashback olyas, mivel, amit, amit. de igazából semmi Tehát annyit kell tudni, hogy van ez a Mad Max az és... elején ez a kis monológ ez jól összefoglal Igen. azt, amit tudni kell ehhez a filmhez a korábbiakból igazából Igen. Igen. gyakorlatilag az Igen. első részt elég tudni azért nagyon érdekes itt az előzményeknek a a folyamatossága vagy folytonossága, az első rész igazából annyira minimális költségvetésű, hogy nem tök, tök jól lehet ezt mondjuk, a szemrény miféle de egy-kettővel, hogy nagyon látszik, hogy iszonyat kevés pénzből készültek el, csak így kimentek így a, a, a pusztába, és akkor a, amit meg tudtak csinálni kaszkadőrökkel, azt gyorsan felvették, meg valami sztorit azért odakamusztak hozzá. De igazából az első Mermex, az még a márkal, ez nem tíz évvel ezelőtt állítottuk meg, hogy az egy preapokaliptikus pre film, mert hogy ott még nem is jön nagyon szóba olyasmi, hogy itt vége van a világnak, csak így látszik, hogy kezd szét hullani a civilizáció, hogy repedezik. De hát még van a serif, meg van igazságszolgatás, meg minden. De azért már most is megjelennek ezek a, ezek a bizarr mm, esenden maszkos fejek, meg hasonló. És akkor a második rész már tényleg explicitan azzal kezdődik, hogy akkor itt vége van a világnak, azért háborúk törtek ki, meg az olajért, meg hasonlók. Igazából az, az se teljesen posztapokaliptikus, mert csak arról van szó, hogy zajlanak az olajért a háborúk, meg valami hasonló, nem emlékszem pontosan hmm. már az előzményére. De hogy így nagyon apró kis ecsetvonásokkal festi fel az, hogy itt lezajlott egy világvég, egy pusztulás. És hát ha abból indulok ki, hogy ki mennyi idős, akkor az első medmekben a a Mel Gibson 23 éves lehetett körülbelül. Akkor mutatták a filmet, mikor 23 éves volt. Ez volt 79. 85-ben volt 28 éves talán. 27 talán. És a Tom Hardy, mikor ezt a filmet forgatták, akkor körülbelül 38 volt. Tehát így, ha ezt egy lineáris kontinuitásnak tekintem, akkor 10 év telhetett el a Beyond Thunderdome, meg e között a film világán belül. De igazából, hogyha egy két generáció felnőtt volna, mert hogy már annyival korcsabban beszélnek, beszélnek az emberek, meg itt a warboyok, azok már szinte biztos, hogy ilyen apokalipszis utáni valakik. Meg ugye mondják is itt már az elhangzott a filmben, hogy Fukushima Kami Crazy, és a Fukushima az 2010... Szóval pont a film előtt történt, nem sokkal. Úgyhogy uh, itt azért keverednek ezek az idővonalak szerintem egy csöppet. De, de ugye itt a warboyok, azok tényleg ebből a minimális információval, amit megtudunk róluk hogy Half-Life-juk van, meg vér átületés, vagy vér van szükségük. Ezekből is, ebből a két dologból, ebből a két apróságból is egyértelművé teszi a film, hogy radioaktív sugárzás miatt ők rákbetegek. És nekik folyamatosan transfúzióra van szükség az, hogy életben maradjanak. Ez amúgy onnan jön, hogy a George Miller tényleg egy orvos, akinek diplomája van, és tevékenykedett orvosként, miatt filmezni kezdett volna. És hát innen jött neki az ötlet, hogy, hogy ez, ez régóta, régóta kísértette ez a gondolat, hogy ilyen warrior bolyók, ezt még annak idején neveztel. el, legyenek a, a, az ilyen valhallába kívánkozó, halált megvető figurái a, a, a gonosztevőnek, mert hogy nekik már olyan közel van a halál, hogy, hogy ö, számokra már az élet nem ér semmit. És ö, ez az egyik dolog, amit ihletett egyébként a George Millernek az orvosi múltja, de hát még ezen kívül magának a filmnek a premisszáját is. Tehát az első részről tényleg nagyon fontos, hogy igazából nem annyira apokaliptikus, de már az is tele van ö, ö, autóval kapcsolatos büntényekkel, meg autóval kapcsolatos óriási kaskadó dolgokkal. Az meg onnan jön, hogy, hogy ö, nagyon szeretett volna filmet rendezni a George Miller, meg filmes akart lenni, de nagyon sokat dolgozott előtte orvosként, intenzív osztályon, meg azt hiszem, hogy talán mentőzött is, és hát rengeteg szörnyűséget látott, ami úgy meg, meg, meg is ö, 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 érinti az embert. És, és Ausztráliában azt hiszem egyébként is volt egy ilyen kultúrája hogy iszonyat cselességgel mennek az emberek a pusztába, hogy hupákolnak, és ebből aztán nagyon-nagyon tragikus balesetek keletkeznek, és akkor ez egy ilyen elrettentő akármi is akar lenni, mert először igazából, és ez igazából így megmaradt a Millernek, azóta is megvan egy ilyen fajta humanizmus, vagy nem tudom micsoda, hogy ő igazából nagyon pozitív csáv, vagy egy nagyon-nagyon életigenlő figura, aki egy ilyen agybeteg, posztapolitikus vízióban magyarázza el azt, hogy ő mennyire ö, ö, rossz dolognak tartja az autókkal való ö, ökörködést. Köz, közben meg olyan, mint a kisgyerek, aki beszabadul a matchboxai közé. Hát, hát, úgy, tehát hogy az meg a másik része, hogy közben meg így nem csak a, a filmbeli hadifjúk fetisizálják az autókat, hanem valamilyen szinten ő is. Tehát, hogy azért azok, azok hát a... a igen, nem azok... építsen ki két emeletes amolyan, ami... To, amint tornyosulnak a, a hangfalak, tehát ha nem élvezik. Igen. Ez igaz. Ö, és akkor a, még a világépítésről kapcsolatban így beszéltünk, szerintem az ilyen apróságokról, amiket így, amikkel így elhinti a film azt a, 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 a aztán hatalmas valószínűleg ekkora paksamétányi víziót, amit mondtál, hogy, hogy, hogy az, csak így tényleg ilyen sóval behintett ezért a filmnek a, a szövetén, hogy itt csak éppen hogy látunk belőle valamit, ízt kapunk belőle, hogy mit talált ki, de nagyon-nagyon de, de nem tudom, jól adagolja ezeket az apróságokat, amikkel így, a mi fantáziánkat is lángra tudja lobbantani. meg teljesen átgondolt, tehát hogy az érződik rajta, hogy igazából ez ez ténylegesen nagyon alaposan végig van gondolva az, hogy mit akar elmondani ezzel a filmmel. Tehát akár, a, akár a, az ilyen, nem tudom, környezetvédelmi, vagy, vagy a, a, környezetünkkel kapcsolatos gondolatai, akár a totalitáriánus rendszerekkel Igen. és az elnyomó rendszerekkel kapcsolatos. Igen. Na, ez például tök jó, hogy milyen szimbolikus, és egyébként tök egyszerű ez is, tehát azért ez a film nincsen így nagyon túl dimenziónál vagy ilyen szempontból. Sok mindenről szól, általában nagyon egyszerűen moralizál, vagy és de, de az nagyon tetszik, hogy a, hogy az Immortan Joe tényleg a, a, a felső tízezer, és akkor rendelkezik a vízkészlet felett, meg úgy általában a, a, a nyersanyagok felett, és ö, ilyen hatalmas áldásként élik meg a szegények, hogy hogy hozzájuthatnak a vízhez, és abszolút nincs arról szó, hogy így nagyon beosztanánk a vizet, hogy akkor most izé mindent kicentizünk, ki, ki, kérünk, hogy nehogy pazaroljunk, hanem így öntik a vizet. Mert tényleg ilyen a felső tízezer, hogy így rongyrázás igazából, amit mi csak itt már konkrétan a nyersanyagokkal csinálják ezt, hogy pazarolják. De hát ez ugyanaz, mint amikor az Elon Musk mondja, hogy ezért kizöldítem a bolygót, aztán úgyis magán repülőzik, mit tudom én, San Francisco egyik partjáról, vagy a feléről a másikra. Tehát, hogy ez, ez most ugyanaz igazából. És és ilyen, ilyen dolgokról is mesél a Fury Road szerintem, ez nem csak egy ilyen látványos ökörség, hogy egy csomó vizet kijöntenek a, a Immortan a citadellájában, hanem ez szerintem ez egy, ez egy, fontos mondani valója a filmnek, hogy így szembe helyezi a társadalmi rétegeket egy ilyen politikus világban. Igen, és, és ugye ezen kívül meg a, a... a... nem is szerepekről, illetve a szexuális Igen. elnyomásról pedig, hát az, a... az, 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 még igazából az, a, az, meg ami a filmnek a nagy része, ami hátra van, az, az, az mesél igazából erről nagyon ö, alaposan is. Azért az, az még elég expliciten ki is van mondva, mert ott van az a feleség, aki ott igen. marad, és akkor mondja, hogy senki gondozó... nem birtokolhat embereket. Nagyon direktben is igen, igen, az, igen, hogy azért itt a zajlott, vagy hát ilyen szexrapszolgatartás, vagy valami hasonló. Igen, igen. De hogy igazából ez is attól lesz izgalmas, hogy majd akiket megismerünk most a, 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 a kimenekített feleségek, vagyis hát ugye hárem hölgyek, hogy, hogy igazából mindegyiknek egy teljesen önálló személyiség tud lenni a filmben, mindegyik teljesen különböző, mindegyiket megismerjük, mindegyiknek lesz egy külön kis karakteríve, anélkül, hogy így nagyon direkten fel, lenne, fel lennének építve. Közben baromi fontos ebben a rendszerben a Nuxnak a szerepe, a, a, a Nikolasz Holt játszik, hiszen ő az, a, ő az aki, aki gyerekkora óta ebbe a rendszerbe van így indoktrinálva, tehát ő az, aki, aki teljesen betagozódott ebbe a patriarchális rendszerbe, és ennek megfelelően gyakorlatilag nem lát semmi mást a saját ér. Nem is tudja, hogy létezhet bármi másféle gondolkodás, mint amit az Immortan Joe és az őt övező testosteron és gázolajfüggők így képviselnek, és akkor az ő, igazából az ő íve a legszélesebb ebben a filmben, az összes többi szereplő csak nagyon picit mozdul valamilyen irányba. Ő az, aki felismeri azt, hogy, hogy lehet máshogy is élni, és hogy lehetnek más értékek is, és ő egy teljes személyiség forduláson megy át egy gyakorlatilag őt így uh -huh. kimozdítják ebből a, ebből az állapotból, és akkor ott van a Furiosa az egész az egész filmnek a kellős közepén, aki, aki pedig egy, tényleg, egy ténylegesen lebilincselő figura, és olyas valaki, aki tehát így, nem tudom, Sarah Connor volt ilyen, meg, a, meg az Ellen Ripley, hogy így megjelenik, és így azonnal ikon, és onnantól kezdve így yeah. őt fogja másolni mindenki más. Igen, yeah. tényleg. Charlize karrierében is jókor jött ez a film, szerintem. Mert utána az élet egy ilyen teljesebb comeback-je, mint akciósztár. Mármint előtte is volt akciófilmben, de szerintem azért ez egy határozott ja, abszolút. fontos mérföldkő volt nála. Mm a kapitalizmus is eszembe jutott egyébként a Immortal Joe kapcsán. Van a Volbajoknak egy ilyen, valamelyik Volbaj mondja, hogy majd a Valhallában megfíztelünk. Ez a McFeast, az a McDonald'snak egy ilyen, ilyen menüje, ami Ausztráliában pont így a 70-es évek végén jelent meg valamikor. Tehát ha abból indulunk ki, hogy 79-ben következett ben, nagyjából az apokalipszis az alternatív univerzumban, akkor kb. az utolsó dolog, amire emlékezhetnek a civilizációban az emberek, az a megfízt. És ez is ilyen tök, tök jó tanulság, hogy hogy, hogy ez beépül egy köznyelvbe számukra, hogy a, a, egy ilyen nagy globális cégnek a fogalma, a kitalált szava, az így mostantól az, a rendes közbeszéd része lesz, még az apokalipszis után is, mert ennyire indoktrinálva vagyunk arra, hogy, hogy ezekben a dolgokban gondolkodjunk folyamatosan. Nagyjából szerintem ez ennek a, 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 ezek a legfontosabb motivumai mm. ennek a filmnek. Ö, és akkor most kicsit a közönség felé fordulhatnánk? Mm. Még, talán csak annyit, hogy a filmnek a vizuális nyelvéről. Ja, Ö, igazából csak egy, egy, egy dolgot, ami, ami így hát az amúgy egy. Amúgy lehetne külön egy órát beszélni. Ja, igen, de hogy, hogy így um, szokott lenni az a, az a, szerintem teljesen jogos ilyen ellenőrzés, sok akciófilmes eszembe, hogy követhetetlen a vágásuk, tehát hogy egyszerűen indokolatlanul rángatják a kamerát, túl gyorsan vágnak, még egy, nem tudom, verekedés jelenetben is van 15 vágás, amik így teljesen megbontják a téridőnek a koherenciáját, és így egyszerűen tényleg lehetetlen követni néha mennyi hány ingerkeltően zaklatott egy-egy akció, főleg ez körülbelül a Born filmeknek a... Meg a Michael bay -nek. -nek. a Michael a hatásaként gyűrűzött végig, és még, még, mostanáig is tart. És hogy, és hogy miért nem ilyen a Mad Max Fury Road, mikor gyakorlatilag nem is tudom, hogy pontosan mennyi, de hogy ilyen három-négy másodpercenként van vágás. Vagy még rövidebb. Vagy még rövidebb. 1,8 talán, de nagyon Az átlaga, igen, tehát ilyen iszonyatosan sok vágás van benne, és hogy mégis teljesen követhető, még hogyha így meg is követeli a abszolút a figyelmünket. És ennek volt egy tök egyszerű trükkje vagy megoldása, hogy és ez már a forgatás alatt is tehát hogy ez nem utólag a vágószobába született meg, hogy ez egy nagyon tudatos döntés volt a George Miller meg az operatőre a John seal közös döntése megjegyzem mind a ketten hetven fölöttiek voltak már a forgatás igen, alatt a brutális. New, New Deal-ból George Miller a John seal hogy az, az a döntésük volt, hogy hogy minden kompozíciónál középre fogják helyezni azt az információt, ami vizuálisan fontos a nézőnek, tehát ami, ami, amit, uh, amit meg kell, hogy értsenek és meg kell, hogy figyeljenek. És ez, ha megnézzük, ez ténylegesen, szerintem körülbelül minden, minden snitnél ténylegesen megfigyelhető, hogy vagy egy ilyen, mint például az az autós üldözés, és uh, amikor a kis sündisznok megtámadják, vagy a héják megtámadják itt a, itt a konvolyt, és abban az akciójelenetben is, tehát iszonyatosan sok a vágás, gyakorlatilag egyik autóról, egyik robbanásról, egyik leugró vágunk a másikra, de hogy ezekben a villámgyors vágásos pillanatokban mindig a kép közepén marad az az információ, ami, ami nekünk, amire nekünk szükségünk van, és emiatt aztán tökéletesen követhető az, hogy pontosan mi ja, történik. Ja. Megnéztem gyorsan, és mindketten, <laughs> mindketten igazat mondunk, mert 2,9 másodperc az átlagos vágáshoz, és a medián vágáshoz az 1,8 másodperc, tehát a film vágásainak, és a a fele, az kevesebb, mint 1,8 másodperc hosszú. Üm. és ezen kívül, amit mondtál, még az is nagyon fontos, hogy, hogy nem csak ezzel dolgozik a George Miller, hanem állandóan gyorsítja, meglassítja a felvételeket, így kihagy képkockákat, hogy felgyorsítsa az akciót, ez már a film legelején, amikor üldözik a vorbolyokba, mm -hmm. a -hmm. már akkor is nagyon megfigyelhető, de ez nem csak arra szolgál. A legtöbbször egyébként ezt arra szokták használni, tudom, hogy Jackie Chan filmekben, vagy ilyesmi, hogy te sebesebbnek tűnjön az akció vagy az autós üldözések tempósabbnak megtűnjenek, mint a dökkesegyűben. És ö, de itt nem csak ez a cél, hanem ez inkább stilisztikai elem. Szerintem egy csomószor egyszerűen ettől így kaotikusabb lesz a film, meg ilyen még, még zaklatottabb, attól, hogy a Max arca így ugrik egy, így, egy, egy, kicsit a kép között, ilyen, ilyen szélsebesen, meg így bele a kamera felé, így, olyan hirtelen sebességgel mozdulnak meg az arcok. Tehát van egy ilyen még ö, impulzívabb hatása ennek a filmnek ezáltal. De, de tényleg a film egész végéig ez nagyon gyakran használja ezt a megoldást, hogy kicsit néha lelassítja a felvétel néha meg és kivesz Igen, és még egyszer, tehát, hogy tényleg mindent felépítettek, és és mindannyian kim voltak. Ér. Tehát ez, ez, annyira isteni lehetett. Tehát, hogy tudom, hogy biztos, hogy pokoli lehetett ezt végigcsinálni, de hogy, de hogy ez egy mennyország. Tehát, hogy komolyan az, Jem. az, hogy, az, hogy kimegyünk a sivatag közepére, és felépítjük ezeket a... Még nem vagyok én nagy automániás, de hogy, de tényleg itt, itt, még bennem is megvan az, hogy így... Az hogy a így Max Interceptor-ja az o... ott van a film legjobb, a filmtörténelem legjobb a között. Igen, és, 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 hogy, és hogy, hogy, tehát elképesztő élmény lehetett azért ez az összes kaszkadőrnek, meg az összes színésznek ezt végigcsinálni, még hogyha ők egyébként el is mondták, hogy pont azért, mert hogy jelenet sorrendben vettek föl ilyen nagyon apró pillanatokat, hogy igazából hát abban fogalmuk se volt arról, hogy ez a tényleges filmben az az apró vágás, vagy ez az, az apró pillanat, amit fölvettek, az, az hogy a francba fog kinézni. De hogy egyébként itt ténylegesen, hogy annyira lenyűgöző ilyen kis játszótérnek, vagy homokozónak, <laughs> tényleg homokozónak tűnik ez, a, ez, az egész film, hogy, hogy így, így, már attól lelkes vagyok, hogy belegondolok, hogy, hogy milyen lehetett. És nem tudom, vannak ilyen, ilyen, ilyen apró, azért, nem tudom, triviák, vagy poénok, hogy a, a Riley Kio, aki az egyik egyik kimenekített lányt játsza. Ő ezen a forgatáson jött össze a férjével, aki egy kaszkadőr volt, és az egyik jelenetben, ahol egy kaszkadőr egy ilyen hatalmas póznáról így, így ráveti magát azóta, és egy kirántja onnan, az így ő. Tehát ezt majd érdemes ezt a folytatásba figyelni. nem tudom, ez most csak egy apró random dolog, ami de hogy így nagyon tetszenek ezek a kis ilyen színes idősztorik. Miközben mondom, valószínűleg így ténylegesen, akik ott voltak, azok így a napok egy részét azt én át, hogy így Jézusom, mi a francot csinálunk mi. És nem tudják, hogy miért van az olyan jelenet Igen. filmben, nem értik, hogy most pontosan mit És igazából Szerintem minden filmben lehetnek ilyen pillanatok, amikor a színészek meg a stábtól elgondolkoznak, gondolkoznak, hogy vajon amit csinálunk, az most tényleg zseniális, vagy, vagy egy teljes káosz lesz. Szerintem inkább itt utóbbi felé hajlott És hogy itt, itt, minden egyes nap, kilenc hónapon keresztül feltették a kérdés hogy most valami nézhetetlen, elképesztő őrületet csinálunk, aminek semmi értelme nem lesz. 400 órányi filmet forgatok uh, ehhez, a, ehhez, a, ehhez a filmhez, ami önmagában embertelen feladat megvágni. Általában ilyenkor bevonnak még plusz két vágót, hogy talán a nyersanyagot fel tudják dolgozni. A filmnek a vágója, Margaret Sixel, <laughs> uh, aki George Miller felesége, <laughs> saját maga három hónapon keresztül nézte az összes felvételt, és utána kezdett csak elvágni. Tehát, ezt szerintem legalább ilyen George Lucas szintű ö, megmentés egyébként, mert a George Lucas nem volt az, hogy Marshall Lucas a felensége volt a film az egyik vágója. És hát a George Lucas is ilyen nagy világépítő, és rengeteg ökörséget tud kitalálni a hülye nevektől elkezdve, hogy Boba Fett, meg Lucas, Luke Starkiller. És akkor ezekből, hogy hogy lesz egy kezelhető, nézhető valami, az nagyon sokszor a vágón múlik, és szerintem azért a a, a Mad Max Fury Road forgatási anyagából kijött volna két külön másik film valószínűleg. Igen. Úgyhogy ez, a, ez abszolút szerintem azért a Margaret Sixen érdeme is, hogy ez egy ilyen nézhető és, és logikusan követhető valami lett. Igen, és ugye a, a, az Oscar diát adon, ahol meg is kapta a legjobb vágásnak járó uh, oscar díjat hát a film. nyert a film. Igen. Csak a legnagyobb diakat, nem, nem hát, színészeket, azt nem. Meg igen, meg nem a színészekre nem, nem is jelölték, de mm -hmm. igen, igen. Mm -hmm. És akkor így, akkor a különböző státok, akik kimentek átvenni az oszkád, így mindegyikükön látszik, hogy egyébként ilyen teljesen zakantak. Tehát, hogy ebben azért valószínűleg van a a hasonlóság, hogy igen. Ki. Maguk igen. is most jöttek ki a sivatagból. <laughs> teljesen. Igen. És egyébként a, a, a felét fordulom most, akkor még utolsó kérdéssel, András, még egy pár percünk van, hogy a könyvben fel van a sorolva a szereplők. Ilyenek vannak, hogy Koma, The Doof Warrior. Ő az, aki zenél. Ő az, aki valószínűleg, amikor a húrok közé csap, akkor a banda összes tagja egyből kap egy D8-at sebzésre. Ö, akkor van a The People Eater. Immortan Joe, az mindenki tudja. Ö, akkor a nők nevei is ilyenek, hogy Capable, meg Toast the Knowing, amit én nem tudom. Ő tudja. <laughs> akkor fantasztikusak egyébként a nevek szerintem mind, nagyon beszédes egy csomó, a Vuvalini az egy tökéletes néva a később majd megismert női karakterek számára. Ha te a Mad Max világában neked mi lenne a neved? <gül> <gül> Ezen gondolkoztam én manap közben, mert tudtam, hogy föl fogod tenni ezt a kérdést, vagy sejtettem. Hogy az biztos, hogy onnan, kezdett, hogy onnan kezdtem, hogy neurotikus, és ehhez kerestem valami olyan, valami olyan szót, ami erre rímel, és a angolban szerintem így a neurotik mechanik az teljesen jól hangzik. Tehát, hogy én így lettem volna é a a vorbolyok táborában az az ember, aki foly, folyton panaszkodik, és folyton aggodalmaskodik Vagy azon, meg. hogy most biztos, hogy elég lesz az a benzin, amivel elindultok? meg, hogy tehát ugye ez a, én valahogy most ennek tudom elképzelni magam. Igen, ez jó. Olyan szereped lenne, mint itt az organik volt az orvos, csak te a gépek. Igen, igen, igen. Na te? Én nem, nem gondoltam túl a dolgot. Slim Pete. Egyszerűen hogy... <laughs> És akkor felétek is fordulok, hogy egyrészt az a kérdésem, hogy nektek mi a teóriátok, hogy mi az, ami ezt a Mad Max franchise-t ilyen különlegesé, vagy egyedivé, vagy azonosíthatóvá teszi, mitől ez nem csak egy ilyen bármelyik posztapokaliptikus világ, hanem ez a Mad Max. Ez mik azok a fontos elemek szerintetek a Mad Max-ben, amelyek ezt a ikonikus franchise-ek teszik, ami még 30 évvel, amire még 30 évvel év tettével is beülünk a negyedik részére és nektek mi lenne a Mad Max nevetek? Tehát, hogyha van kérdésetek, vagy erre válaszoljátok, akkor, akkor először kezdjétek azzal, hogy mi a Mad Max nevetek, és utána. Kinek van esetleg valami, amit fontosnak tart a Mad Max filmekről, amit nem mondtunk el, és nagyon fontos jellemzője ennek a franchise-nak. -en. Vagy ki a kedvenc karakteretek a filmből? legjobb név? <laughs> Jó. én mindenképpen kiemelném, hogy a, a friend, ennek a filmnek a, a, a világépítésének szerintem egy ö, fontos része azért a fanatizmus is. Majdnem mindegyik filmben a főgonoszok, vagy hát gyakorlatilag mindenki, néha még a Max barátai is, én teljesen fanatikus elmebetegek. ezért ez egy, ez egy, egyedi része a, a Mad Maxnek, mert most akárhány posztapokaliptikus dologra gondolok, nem, 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 fontos, nem alap kellék az, hogy, hogy megszállott őrültek legyenek a a, 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 film szereplői, de itt a franchise-on ez abszolút végigvonul, hogy, hogy egyre inkább fanatikus és egyre inkább vallásosak ezek a gonosztevők igazából, és itt a negyedik részben meg aztán már, már, már végképp vallási szisztémájuk van, mindenünk mindenük dolgozottan. Yeah, uh... Közben én én sem tudom a választ hogy arra, hogy, hogy miért, miért ilyen örökérvényű, de egyébként az eredeti trilógiát tekintve biztos, hogy azért nagy szerepet játszottam, hogy Gibson, aki, mint tudjuk, soha nem tett semmi rosszat, hogy ő, ő azért egy pont ezt a fanatizmust, ezt az ilyen tébolyú tekintetű fanatizmust, ezt nagyon-nagyon jól tudja hozni, <laughs> és, hogy, és hogy azért egy, egy ilyen fő alak, aki ennyire. Yeah. Ennyire magnetikus, és ennyire. Tehát gyakorlatilag egy szemében meg tudja testesíteni azt, ami a film egészet. Tehát az, hogy ez, ez a film, ez én teljes téboly, de mégis működik. Ezt a, a Mel gibson a az alakítása is Igen. magánhordozza, és nem tudom, ez, ez biztos, hogy teremt egy ilyen egységet, amitől Igen. ilyen nagyon, Igen. nagyon élvezhető. És tök érdekes, hogy ebben a filmben meg a a maga a címszereplő az egy mellékszereplő lesz, és a Furiosa meg egy teljesen másfajta karakterként testesíti meg azt, amit ez a film képvisel. Uh -huh. Igen. Na jó, van-e bárki, aki szeretne hozzászólni, mert lassan átmehetünk a mozikarimba is